folytatódik a délelőtt, még egészen 11:30-ig, ami már nem túl sok idő. De szeretettel köszöntjük azokat, akik mostanáig velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be ide a Katolikus Televízió délelőtt című műsorába. Ma is folyamatosan hívhatják az adományvonalunkat, a közönségszolgálat telefonszámát, ahol az adományaikat felajánlhatják. Nagyon köszönjük, ha támogatnak bennünket, hiszen tudják, ez a televízió az önök adományaiból van, és önöknek készül. Szeretnénk, hogyha biztonságosan tudnánk a műsorainkat készíteni az önök számára. Tudják, a telefonszám 1-es körzet 780-as 80-85-ös. És természetesen annak is nagyon örülünk és kérjük, hogy imádkozzanak a munkánkért és a televízió fennmaradásáért. De nem csak imával és pénzzel tudnak bennünket támogatni, hanem önkéntes munkájukkal is, akár kétkezi munkával, akár azzal, hogy a műsorkészítésbe is belekapcsolódnak. Hogyha valaki kedvet és tehetséget érez hozzá, keressen meg bennünket, és megtaláljuk a módját, hogy hogyan segíthet ő nekünk, és mi neki esetleg a pályája elindításában. A műsor elején köszöntöttük a Júlia nevű nézőinket, és azt mondtuk, hogy ma meg fogunk emlékezni egy Júliáról, akinek nem ma van az ünnepe, majd nyáról lesz, Falconieri Júlia, aki a Szervita rend kötelékébe tartozik, hogy a Szervita rend történetéhez kapcsolódik. És itt van velünk a stúdióban Fazakas Gyöngyi Mária nővér, a Szervita nővérek a fájdalmas anya szolgálói magyarországi kirendeltségének vagy rendjének előjárója. Most egy 100 éves évfordulót ünnepelünk, és azért beszélgetünk, mert azért mégiscsak nagy dolog, hogy 100 évvel ezelőtt került Magyarországra ez a közösség. Én is szeretettel köszöntöm, köszöntelek Ilona, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, tudni kell, hogy ma Julianna nap van, holnap pedig a Szervita rend hét szent alapítója, akik a középkorban 1233-ban Firenzében heten gazdag kereskedőket megszólítja a Jóisten és a szűzanya, hogy hagyjanak el mindent. Voltak közülük házasok, voltak, akik egyedül voltak. Egy mély barátság kötötte őket össze, és az Isten iránti elszakíthatatlan kötelék vágya. Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogyha ez egy közösség volt, ráadásul ugye beszéltük is, hogy ez egy olyan közösség, akiket ma úgy neveznénk, hogy dúsgazdag vállalkozók, bankárok, akiknek családjuk is van. Tehát ez azt jelenti, hogy a családjukat is el kellett hagyniuk, vagy a család is ennek a közösségnek a kötelékébe került valahogy? Akik elhagyták a családjukat, régebb volt egy ilyen, hogy megegyezéssel lehetőséget adnak akár a feleségnek is, hogy utána elkötelezze magát a Jóisten felé. Tehát néhányan, sajnálom, mert éppen a családoknak a hete van, és azért azt hadd mondjam el, hogy a rend támogatja a családokat, és létezik a rendnek a családi ága. A diakóniák itt Magyarországon még nincsen, de Olaszországban, Amerikában, Mexikóban. A lényege az, hogy van egy életszabályuk, és a család együtt tesznek ígéretet a családok, és kapnak egy misztériumot az ígérettétellel. Például, hogyha valaki a barátság diakóniája, akkor a Szervita lelkiség mellett, akkor különösen is a barátságot viszi tovább a Szervita lelkiség mellett. Ennyit. És a hét szent atya közül Szent Elek volt, aki a legtöbbet ért a rendbe, 110 évet, és őt tudta Pietro de Todi testvér is meginterjúvolni, és született. 110 évet. 110 évet. De hogy tudott 110 évet élni? Hány évig élt össze? Összesen 110 évet 110 élt? 110 évet élt. Ja bocsánat. Nem a rendben élt 110 évet. Bocsánat, 77 évet volt a rend, 110 éves korában halt meg, így van a pontosítás. Neki volt az unokahúga, Falconieri Julianna, aki 15 éves serdülő lány lehetett, amikor a nagybátyját hallotta prédikálni. Érdekes, mert nem volt pap, és mégis az örök életről, a mennyországról úgy beszélt, hogy megérintette ez Juliannát. És elhatározta, hogy ő is úgy akar élni, mint a hét szent atya, elvonultan, Isten dicsérve, a szűzanyát pedig szolgálva. Ő konkrétan nem alapított közösséget, úgy hívjuk őt, mint egy édesanyja, akire, családfő, akire ránézünk. Neki a sírja is ott van, a Santissima Annunciata Bazilikába, Firenzébe. Ez az a hely, amikor a hét alapító
kivonultak a világból, akkor még a város szélén egy pici ház volt ott, és ott indult el az életük. Juliannáról még, amit nagyon fontos tudni, ő is ugye Falkonéri, tehát nemesi családból született, mélyen szerette az eukarisztiát. Annyira, hogy élete végén olyan betegsége volt, hogy nem vehette magához. És azt kérte a paptól, hogy egy korporálén helyezzék rá az Úr Jézus testét a mellére, és az oltári szentség eltűnt. És valószínű, hogy az Úr magához vonzotta, ő magához vonzotta az Urat. Van egy prédikációban, maradt fent ez a történet később, Atavanti testvér írja ezt le. A szobra érdekes módon, éppen most volt az pápai audiencia, a Szent Péter bazilikában mindjárt az oltár mellett jobb oldalon található, úgy ábrázolják, hogy az eukarisztia ott volt a mellény. És a magyar nővérek ezt a jelet hordták a szerzetesi ruhájukon a skapulári alatt, az eukarisztiának a jelét. Nagyon szövevényes a rend története, a női ág kialakulásának is a története, meg az is, hogy hogy került Magyarországra. Erre nincs elég idő, hogy ezt mind elmondjuk. Remélem, hogy egyszer lesz hosszabb időnk arra, hogy erről az egészről beszéljünk, mert érdekes történet. Viszont azért szeretném, hogyha beszélgetnénk arról, hogy most ez a magyar női közösség milyen munkát végez Magyarországon. Jelenleg még Mezőkeresztesen 27 éve, hogy jelen vagyunk ott, gyermekvédelmi munkát végzünk, két lakás otthonunk van, és a fenntartási feladatokat szeretnénk átadni a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatónak, ugyanis mi kevesen vagyunk nővérek, úgy érezzük, hogy ez egy teher. Ez egy nagyon szép történet, ami 1995-ben történt. Tulajdonképpen nem erre készültünk, meghalt egy édesanya, két árvát hagyott maga után, akit magunkhoz vettünk Egerbe, aztán Makláron volt egy rövid tartózkodásunk, majd a Mezőkeresztesi plébános, hogyha felajánlotta a plébániát, majd egy másik lakásotthont is alakítottunk ki. Ez egyébként a közösség eredeti küldetésének is megfelelő, tehát ugye Julianna is ilyesfajta munkát végzett a saját közösségével. A legkisebbek szolgálata, a nevelés egyrészt, mert tudni kell, hogy Julianna, ahogy mondtam, egy családfő volt, a firenzei szervita nővérek alapítója, inkább azt mondom, újra alapítója Julianna anya volt, aki özvegy volt, neki is volt lánya. Utána kérték meg a szervitatyák, hogy már majdnem széthullóba volt, Veronika Donati olyan volt az alapító a rend, és megújult, és nevelésre született elsősorban, de ott voltak az idősek, betegek között is. Például a rendnek az első időben mi is bejártunk Egerbe a kórházban áldoztatni, látogatni a betegeket. És a másik feladatunk itt Magyarországon, a Győrben van főiskolai lánykollégiumunk, ahol egyetemista lányokat fogadunk, azon kívül egyik nővérünk, ő a hitoktatásban szolgál, azon kívül ott van jelen az oltárnál, olyan értelemben sekrestéskedik a könnyező szűzanya, könnyező szűzanyánál a bazilikában. És ezt is fontosnak tartom, hogy Budán, itt a székhelyen, a názáreti hajlékban még velünk él két idős nővér, Alexia nővér 99 éves. Isten éltesse. Köszönjük. Honoria nővér 92, és nekik a mindennapi szolgálatukban ott vagyunk az ő ápolásukban. Látni kell ezt a szövevényes történetben, hogy 99-ben, amikor a firenzei ág Magyarországra jött, akkor itt már élt az a magyar kongregáció, akinek a 100 éves alapítását ünnepeljük, akik a szétszoratáskor 110-en voltak, és akkor már 17-18-an voltak csak, több mint 70 évesek, nem tudtak káptalan tartani, és az akkori generális anya, Johanna anya pedig azt kérte, hogy ha lehet, akkor fuzionáljon, egyesüljön a rend, és így együtt indult el később, ez meg is valósult, ez az egyesülés. Magyar kongregációt Bajic Erzsébet alapította, ő Pilinszky Jánosnak a nagynénje volt, Bajic Erzsébet, és Markit Cirill olasz állampolgárságú atya, aki a szervita harmadrendnek volt a korrektora, a segítője, akik a budapesti
szervita templomban voltak, és jöttek össze. Nagy ajándék volt, hogy megtaláltam a budapesti szervita harmadrendnek a jegyzőkönyvét, és azzal a vágyal, hogy megtaláljam, hol írják ezt, hogy mikor kezdtek el nővérként együtt élni, és megtaláltam 1922. június 19-én Falkonéri Szent Julianna ünnepén, amikor bejelentette a Bajcz Erzsébet, aki akkor a világi rendnek a vikáriája, helyettese volt, hogy Hanauer püspökatya idéglenesen, a Váci püspökatya jóvá hagyta a rendet, és meghívta a harmadrendieket a beöltözésre és a fogadalomtételre, amely Rákospalotán lesz. Úgyhogy öröm volt erre rátalálni. Nagyon szép, 1924-ben jött meg a pápai jóváhagyás, és a Hanauer püspök atya a Szent Székhez egy nagyon részletes levelet ír, hogy a nővéreknek a működéséről, tehát árvaházak, különösen a Rákospalotai Javítóintézetet vették őt át, és nagyon szépen ír, volt egy Rottenbiller Fülöp nevű minisztériumi tanácsos az igazságügyi minisztériumban, és ő nagyon pozitívan látta, miután átadták a nővéreknek ezt a javítót, tehát látszott a változás, így itt, hogy züllött fiatalok változtatták az életüket. Engem nagyon érdekelne, de ezt majd egy következő alkalommal jó lenne, hogy megbeszéljük, hogy például kollégiumi működésben miben tudnak segíteni a lányoknak egyáltalán egy kollégium fenntartása, működtetése milyen nehézségekkel és milyen örömökkel jár. Köszönöm szépen Fazakas Gyöngyi Mária nővérnek, hogy itt volt velünk.